Üdvözöllek, én Szűcs Sándor vagyok, önismereti tanácsadó és képződő családállító. Ez pedig a YouTube csatornám, ahol innentől kezdve hosszabb önismereti témákkal kapcsolatos videókat fogok közzétenni. Egy vallomással kezdem ezt a videót, amin biztos jót fogtok mosolyogni, és lehet, hogy nem is gondoljátok rólam, akik már ismernek, vagy akár TikTokon, vagy más social media platformon követtek. Hát már elképesztően régóta halogatom azt, hogy hosszabb, tartalmasabb, mélyebb, hosszabb videókat tegyek közzé itt a YouTube-on, vagy akár majd Spotify-on podcast formájában, mert brutális szorongásom van. Most is itt ülök, lehet, hogy eddig azt tapasztaltad, és láttad rajtam, hogy milyen nyugodt vagyok, milyen kisimult vagyok. Elképesztően komfortzóna számomra az, hogy hosszabban úgy beszéljek egy videóban, hogy azt nem vágdosom szét, nem veszek fel minden mondatot 10-szer, és tényleg csak leülök ide lazán, és elmondom azt, amit el szeretnék mondani. Annak ellenére, hogy most már több mint fél éve vezetek önismereti csoportokat, és ott alapvetően soha nem volt ezzel problémám, és az egyéni ügyfeleimnek is fél órákat tudok beszélni, hogyha valami fontos és valamilyen értéket szeretnék átadni. Úgyhogy most így szembenézek saját magammal is, és hát ezek a YouTube videók elég nehezen indultak így meg az életemben, és most is kicsit feszélyező és frusztráló nekem itt ülni. Szóval ezt most le fogom küzdeni. Könnyebb, hogy ezt most elmondom nektek, és nem teszek magamra egy hatalmas nagy elvárást, hogy ennek tökéletesnek kell már így első körben lenni. Amit tudtam, megtettem már, mikrofont szereztem be, profin tudok már videót vágni magamhoz képest, úgyhogy erre számíthatok a következő időszakban. Nem lesznek tökéletesek a tartalmak, ezt most már én is kezdem elengedni, mert egy hosszabb videót nem tudok olyan tökéletesen megcsinálni, mint mondjuk egy perces TikTok videót, ahol szétvágdosom a videókat, és tök profinak néz ki, de közben ott is 10 percen keresztül beszélek egy perces videónál, amire végül ugye azt összevágom, és egy jól kinéző kis anyagot csinálok belőle. Úgyhogy ez nem lesz tökéletes, nem lesz olyan profit, de úgy gondolom, hogy pont ezért lesz nagyon értékes és sokat mondó, hogy én is egy, hogy is mondjam, közelebbi emberi boldalamat fogom megmutatni, és sokkal kevésbé tökéletes, mint amit sokszor szeretnék magamról mutatni. Úgyhogy csapjunk is bele, a videó témájának most a célokat határoztam meg, és azt, hogy célírásról fogunk beszélni, célok meghatározásáról, miért fontos ez, hogyan kell ezt csinálni, miért fontos, hogy legyenek céljaid. Úgyhogy nem is akarom tovább ragozni itt a szót. Hogyha szimpatikus voltam, és esetleg most találkozol velem először így 3 perc után, akkor mindenképp javaslom, hogy iratkozz fel. Hogyha már régebb óta ismersz, akkor is javaslom, hogy iratkozz fel, ha még nem tetted, hogy értesülj a jövőben azokról a videókról, amiket ide közzé fogok tenni. Na, de menjünk is bele akkor a céloknak a fontosságába, hogy miért is kell, hogy valakinek céljai legyenek. Vagy éppenséggel miért rossz, hogyha nincsen. Hogyha eddig nem voltak céljaid, és mondjuk kezdő vagy még az önismeret, önfejlesztés terén, akkor nagy valószínűséggel azt tapasztaltad, hogy az élet rúgdosott téged balról jobbra, mindig olyan dolgok történtek, amik kellemetlenek voltak. Még egy pofont kaptál, amikor már amúgy is a padlón voltál, és hát alapvetően így álltál hozzá ezekhez a dolgokhoz. Mert még nem láttad azt, hogy alapvetően ez azért történik, mert ezt teremtetted meg a saját életedben. És annak is van egy következménye, hogyha valakinek nincsenek céljai, ami valami ilyesmi, mint amit az imént felvázoltam. Ha nincs célod, ugye, akkor sodródsz, áramolsz, úgy képzeld el ezt, mintha beledobsz mondjuk egy levelet egy gyorsan folyó patakba, hát a sodrás az fogja vinni őt balra, jobbra, neki fogja csapni köveknek, a medernek, a szélének, akár egy fatörzshöz, ami a vízen belül van. Szóval, hogy így ilyesmi lehetett eddig az életed célok nélkül, és hát annak a levélnek nem valami kellemes az, hogy így az élet viszi, téged is visz az élet történik akkor is, hogyha te abban nem vagy tudatos, de csak sodródsz és történnek a cselekmények, amik az esetek nagy részében, hogyha te nem vagy tudatos, akkor nem kellemesek, és sokszor nagyon fájóak, szenvedést okoznak benned, és nagyon sok negatív érzést.
De tehát feltételezem, hogy azért vagy itt, mert nem ezt az utat választod, úgyhogy nézzük is meg azt, hogy miért fontos a céloknak a megléte, mi a szerepük, miért fontosak. Hát, hogyha van célod, akkor te tudod, hogy merre haladsz. Hogyha van célod, akkor nem az a levél vagy a folyóban, ami ide-oda úszkál, sodródik és neki csapódik a dolgoknak, hanem tudatosan haladsz egy irányba, és te választod meg azt, hogy ez a folyó téged hova vigyen el, vagy az élet mit adjon a te kezedbe, mit hozzon a te életedbe, és ezáltal pedig te tudod megteremteni a te valóságodat, a te céljaidat, álmaidat. Miben segít, ha vannak céljaid? A folyamatos cselekvésben, hogyha van célod, akkor van motivációd arra, hogy tegyél érte, ha van célod, tudod, hova akarsz eljutni, és mindig látod a következő lépést, hogy mit kell megtenned. Mondok egy példát, én most szeretnék több emberhez eljutni így Magyarországon, éppen ezért itt vagyok, és akármennyire is kellemetlen nekem leülni és hosszasan beszélni egy YouTube videóba, úgyhogy azt közzé teszem, bárki számára elérhetővé teszem. Kellemetlen, de mivel tudom, hogy mit szeretnék, ezért ideülök, és megcsinálom. És hogyha van célod, akkor te is bele fogsz állni a kellemetlen dolgokba is, hiszen azzal együtt, hogyha te célokat határozol meg az életedben, akkor egyértelmű, hogy lesznek olyan dolgok, amiket nem könnyedén fogsz megtenni. Hiszen hogyha még az a cél nincs meg az életedben, az pont azért van, mert még nem küzdöttél meg érte, nem tetted meg a szükséges lépéseket, úgyhogy a cél meghatározásával vállalod azt is, hogy el fogsz bukni. Sokan ezért nem tűznek ki célokat, mert leblokkol az elméjük, az agyuk, és próbálja megvédeni őket az a sok mechanizmus, az a sok berögződés, hiedelem, hitrendszer, ami ott van bennük, és sokkal könnyebb rávágni egy álmukra, egy olyan dologra, amit valójában szeretnének, amire lehet, hogy hivatottak az életben, hogy ez nem lehetséges, ez Magyarországon nem működik, én ezt nem tudom megcsinálni, mint az, hogy vállalni azt a kockázatot, hogy kitűzöd a célt, és lehet, hogy nem lesz meg, vagy hogyha meg is lesz, akkor lesznek benne fájdalmas percek, pillanatok, órák, vagy hosszabb idő. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is így tudatosítsd magadban, hogyha te már eljutsz arra a szintre, hogy kimersz tűzni egy célt, akkor te már egy nagyon magas tudatossági szinten vagy, és vállalod a felelősséget az életednek a történéseiért. Úgyhogy első körben ennyit bevezetésként, és ezeket tartottam a legfontosabbnak. Egy-két dolgot azért még mesélek, mert úgy gondolom, hogy abból lehet a legtöbbet tanulni, hogyha történeteket mesélek el nektek, és szeretem vállalni a saját sebezhetőségemet, szeretek mesélni arról, ami velem történt, amiket én megéltem, és tanulságosnak gondolok. Én 18 évesen kezdtem először célokat kitűzni, ez most már lassan 7 éve volt. Én előtte elképesztően lent voltam, egy nagyon-nagyon elit iskolában tanultam, középsuliban, és nem számítottam egyáltalán jó tanulónak. Nem is igazán éreztem azt, hogy ott van a helyem, olyan suliba jártam, amit a szüleim választottak nekem, szóval nem igazán éreztem helyemen magamat, és pontosan ezért elég egy depresszív időszakom volt, eléggé mély önutálatban szenvedtem, nem lelkesedtem nagyon semmiért, nem tudtam, hogy mi lesz velem az életben, sodródtam, nagyon sokat ittam, piáltam, cigiztem 5 éven keresztül, még volt, hogy egy-egy alkalommal a füvet sem vetettem meg, szóval eléggé egy zűlött időszak volt számomra, így a 15-től 18 éves koromig tartó időszak. 18 évesen így valami átkattant, és akkor kezdtem először találkozni ilyen önfejlesztő tartalmakkal, self-help bookokkal, tehát hogy tényleg önfejlesztő könyvekkel, és akkor így belevetettem magam ebbe, és hát a mostani tudásomhoz képest felületesen, de mégis elkezdtem változtatni a saját életemen, és így kiszakadtam abból a perspektívából, amit előtte tapasztaltam, akár a saját családomban, akár a környezetemben, így a negativitásnak szépen lassan így elkezdtem kigyomlálni a gyökerét a saját életemben, és hát elkezdtem észrevenni azt, hogy én is nagyon sok dologban negatív voltam, pessimista voltam, megláttam a fánkon is a lyukat, és hát ezt elkezdtem megváltoztatni saját magamban, és pozitívan tekinteni az életemre. Elkezdtem célokat kitűzni, akkoriban játékvezető voltam, azzal kapcsolatos célokat tűztem ki, ott volt bennem, hogy szeretnék idővel vállalkozó lenni, mert nem érzem magam egy alkalmazotti típusnak,
kitűztem ilyen célokat, hogy mennyi pénzt szeretnék majd megkeresni, kitűztem olyan célokat, hogy mondjuk én naponta 30 percet fogok önfejlesztő könyveket olvasni, és ezt fél évig tartottam is akkor abban az időszakban. Szóval nekem egy 180 fokos fordulatot jelentett az életembe az, amikor elkezdtem célokat kitűzni. És ami gyönyörű volt ebben az egészben, hogy rengeteg célom teljesült. A játékvezetésben is elkezdtem nagyon sikeres lenni, rá két évre elkezdtem vállalkozni, mint személyi edző, elértem azokat a bevételszinteket, amiket oda én célként meghatároztam magamnak, olvastam, mondom, fél éven keresztül 30 percet minden egyes nap önfejlesztő könyvekből. Szóval elképesztő nagy változást vett az életem, és hát ezek voltak az első lépések, aminek azt köszönhetem, hogy most ott tartok, ahol éppenséggel vagyok. Úgyhogy ha te is még fiatal vagy, vagy akár idősebb, akkor igazából teljesen mindegy, akkor nagyon nagy szeretettel biztatlak arra, hogy határozz meg célokat az életedben. Így, hogy most már egy kis kedvet csináltam neked ehhez, beszéljünk kicsit akkor konkrétumokról, és átadok neked akkor egy gyakorlati tudást is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudsz célokat kitűzni, és hogyan érdemes ezt csinálni. Ami legfontosabb, hogy tegyünk különbséget vágyak, álmok, meg célok között. Az mondjuk egy vágyakozás, hogy hát szeretnék egy barátnőt, szeretnék sok pénzt keresni, szeretnék vállalkozó lenni, szeretnék boldog lenni. Az még mondjuk egy nagy álom, hogy egyszer elutazok Londonba, vagy bármi hasonló. Vágyak, álmok, vonjuk ezt a kettőt össze, egy és ugyanaz. Ez tök jó, hogy így ott van az életedben, és ez az első lépés, hogyha vannak vágyaid és álmaid, hogy ezekből célt csinálj. Na de hogyan tudsz ebből olyan hatékony célt csinálni, ami a tudatosságodra is olyan hatással lesz, hogy bekapcsol a megvalósító üzemmód, és az élet is a partnered lesz ebben, és meg fogod tudni ezeket teremteni. Fontos, hogy az elménknek úgy tudunk utasítást adni, hogy, mint ahogy benne is van a nevében, utasítást adunk. Milyen egy utasítás? Kijelentő módban van, jelen időben, egyes szám első személyben van meghatározva konkrét, és még hozzá van kötve a célok esetében időhöz, tehát hogy határidőt adunk neki. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Mondok nektek egy példát. Az mondjuk egy nagyon konkrét cél, hogy 2023. februárban 600 000 forint a fizetésem, vagy még annál is több. Ez a vagy még annál is több, ez egy ilyen bónusz, ezt nem muszáj oda tenni, ezt akkor lehet oda tenni mondjuk bevételnél, hogyha ha szeretnéd szabadjára engedni a fantáziád, és nem szeretnéd magad lekorlátozni. Lehet, hogy most még a 600 000 is hihetetlennek tűnne a saját életedben, de most nem akarok elveszni a részletekben. Tehát akkor maradjunk egy konkrét célnál. 2023. februárban 600 000 forint a bevételem. Pont. Mondok egy másik példát. 2023. novemberben vásárolok egy ingatlant. Másik példa. 2023. februárban minden nap olvasok 10 percet. Ez is egy tök szuper cél. Milyen célokat érdemes meghatároznod, így, hogy most már tudod, hogy hogyan kell meghatározni egy célt. És mindjárt mondom azt is, hogy mit érdemes csinálni a célokkal, ami után meghatároztad őket. Meg tudsz határozni karrierbeli célokat, anyagi célokat, emberi kapcsolatok terén célokat, egészség kapcsán meg tudsz határozni célokat, önismereti, spirituális téren is. Most így első körben ezek jutottak eszembe, én ezekre szoktam célokat felállítani. Hogyha még eszembe jut valami a későbbiekben, elmondom azt is, de nekem most így első körben ez az öt darab, ami tök fontosnak tűnik. Mit csinálja azzal, megvannak a célok, megvannak ezek a területek? Hát ami fontos, hogy mindegyik területre legyen meghatározva valami. Mondjuk karrierre határozd meg azt, hogy mondjuk szerzel egy munkahelyet, ha még nincsen, elindítasz egy vállalkozást, ekkor, meg ekkor, meg ekkor. Tehát fontos, hogy adj ennek időt és határidőt, hogy beinduljon tényleg az a fajta ösztön benned, hogy akkor addigra szeretnéd megvalósítani, és megteszel érte mindent, és meg fogod csinálni. Karrier, anyagiak, hogyha most éppenséggel nincs sok pénzed, de szeretnél több pénzt, szeretnél bőségben élni, határozd meg azt, hogy mennyi pénzt szeretnél keresni. Főleg, ha vállalkozó vagy, ha alkalmazott vagy, akkor pedig legyen ebben is egy célod, egy konkrét meghatározásod, hogy mi az a munkahely, mi az a fizetés az adott munkahelyen, amivel te már elégedett vagy, és ami a célod, hogy ennyit kifizessenek neked a munkádért.
Határozd meg akkor emberi kapcsolatokra is célokat az életedben, és menjünk tovább. Egészség, hányszor fog sportolni egy héten, illetve önismereti téren is tűz ki célokat, hogy mondjuk elmész egy segítőhöz, vagy elolvasol egy könyvet, mit csinálsz ezzel kapcsolatban, és mi a végső cél, mit szeretnél elérni. A célok kapcsán ennyi, és akkor hogy adunk ennek energiát, mit csinálunk egy céllal, hogyan tudod elérni azt, hogy ez meg is valósuljon. Én, amit a saját ügyfeleimnek javasolni szoktam, és ezt én is csinálom a saját életemben, időszakosan, nem mindig, nem egy évben 365 nap, de reggelente leírom a céljaimat. Nálam ez általában időszakos, leszoktam mondani a céljaimat havi célokra, vagyis napi, heti, havi, éves célokra, és akár hosszabb távon is. Én az éves céljaimat azt mindig év elején szoktam meghatározni, ahol lezárom az előző évet, azzal nem nagyon szoktam foglalkozni, ki szoktam nyitni, néha el szoktam olvasni, és nyilván leírogatom azokat a részeit, amik nekem fontosak, de sokkal inkább szoktam arra fókuszálni, hogy a havi céljaimat hogy valósítom meg, és minden hónapra szoktam célokat kitűzni, és ezeket minden hónapban írom is. Hétköznaponta szoktam írni, amikor dolgozok, reggel felkelek, ez az első, social media előtt, minden más előtt célokat írok. Miért? Hát az, hogy te mivel indítod a napodat, az meghatározza az egész napot, hogyha te ott tényleg már az első pillanatban arra viszed a saját figyelmedet, és ezáltal energiát adsz annak, amit szeretnél, vagyis a céljaidnak, akkor automatikusan ez kihatással lesz a napodra, és amilyen jelentéktelennek tűnik, olyan nagy jelentősége van. Célokat írunk. Hétfőtől péntekig én ezt tudom neked a leginkább javasolni, írd őket, határozd meg őket, és utána hajrá! Mi az, ami még fontos? Ha meghatározol egy célt, akkor merj nagyot álmodni, és merj kitűzni irreális célokat is, amiket nem biztos, hogy most még megvalósíthatónak gondolsz. Legyenek olyan céljaid, amik nem tűnnek olyan nehéznek első körben, pontosan azért, hogy evés közben megjöjjön az étvágy, és kedvet kapja ahhoz, hogy még inkább, még nagyobb célokat tűz ki. De fontos, hogy valahol tűzkölyen célokat is, amiket teljesen hihetetlennek gondolsz, meg olyat is, amit úgy be is tudsz kicsit fogadni, meg nem is. Mit tudsz tenni azért, hogy ezek mind megvalósuljanak? Önismereti munkát végzel, és megnézed a hitrendszereidet, hiedelmeidet, meggyőződéseidet, hogy mi az, amit most lehetségesnek gondolsz a saját életedben. Ezt pedig különböző technikákkal át tudod írni, át tudod formálni. Az első, amit javaslok, és ezt rögtön a célírás után javaslom neked minden egyes nap, hogy ugyanúgy írod oda a céljaid mellé a megerősítéseidet, nem mást, mint a megerősítéseket. Mi egy megerősítés? Mondok neked pár példát, hogy én most mit használok. Én használok most egy olyan megerősítést, hogy természetes állapotom a boldogság. Használok egy olyat, hogy könnyedén befogadom a bőséget. Használok egy olyan megerősítést is, hogy megengedem magamnak, hogy anyagi bőségben éljek. És ehhez hasonló gondolatok, hogyha megerősítések kapcsán elakadnál, akkor nyugodtan ír nekem és kérdezz, hogy különböző életterületekre milyen megerősítést javaslok. Instagramon ír nekem és segíteni fogok neked. Hogy tudsz alapvetően magadnak megerősítést kitalálni? Nézd meg, hogy milyen korlátozó gondolataid vannak, és teljesen az ellentétjét határozd meg egy megerősítésként, és kezd el azt írni. A megerősítésekről ennyi. Hogy tudod még támogatni azt, hogy egy célod megvalósuljon? Napközben gondolsz rá, elképzeled, behozod a jelenbe, manifestálod azt, hogy ez már megtörtént, és hagyod, hogy ehhez érzést párosíts. Nagyon fontos az, hogy a gondolataidat összepárosítsd az érzéseiddel, és ne csak gondolati síkon legyen meg a célod, hanem érzelmet is kapcsolja ehhez hozzá. Képzeld el azt mondjuk, hogy valami már megtörténik. Mondok egy példát, nekem van most egy csoportos programom, ez most fog indulni, csak hölgyek vannak benn, és én vizualizáltam azt előző hónap közepétől kezdve, hogy lesz egy csoportom, ahol tényleg csak nők vannak, ahol nagyon nagy szeretetben támogatom őket, és ők is fejlődnek, és elégedettek lesznek, és megváltozik az életük, és hát látod, ahogy most is beszélek róla, engem a hideg kirázott, engem ez annyira megmozdít, nekem ez annyira a szívemből jön, és nekem ez annyira egy szívből jövő célom volt, hogy ez így legyen,
És hát pont a mai nappal egyébként indul ez a csoportom négy csodálatos hölgyel, és megvalósult a célom. Szóval manifestáld. Lehet manifestálni tudatosan, úgyhogy leülsz, és akkor tényleg elképzeled a dolgot, viszont én azt gondolom, hogy ez nagyon hatásos, kezd ezzel, kezd el először manifestálni külön erre, blokkosíts ki időt, tedd bele a napi rutinodba, mert így fogsz megtanulni manifestálni. De ami még fontosabb, hogy amikor ebben már egy kicsit így belekóstoltál, akkor napközben is, amikor random csinálsz valamit, akkor kezd el manifestálni a céljaidat, és éld meg ezeket, éld meg azokat a feltöltő érzéseket, amit az ad neked, hogyha behozod a jelenetbe azt, amit szeretnél majd, hogy megtörténjen. Úgyhogy így tudod támogatni a céljaidnak a megvalósulását, és nagyon fontos az, hogy energiát kapcsolj hozzá. Hogyha már a felét beépíted annak, amit itt elmondtam, és meghatározod a céljaidat arra az öt területre, amit elmondtam, reggelente leírod azokat, megerősítéseket kapcsolsz hozzá, és megtanulsz manifestálni, hát ennek ha csak a felét csinálni fogod, gyökeresen meg fog változni az életed, úgyhogy szeretettel biztatlak arra, hogy vedd a kezedbe az életednek az irányítását, és kezdj el felelősséget vállalni azért, ami veled történik, és írd újra az életed, úgy, ahogy te szeretnéd. Mert nagyon fontos azt tudatosítanod még akkor is, hogyha most ellenállás van benned, amikor ezt mondom, minden rajtad múlik, mindent meg tudsz változtatni az életedbe, és elképesztően sok dolgot tudsz magadnak megteremteni, hogyha te erre nyitott vagy, hogyha lelkesen beleteszel az energiát, és akkor is kitartasz, amikor nem biztos, hogy olyan kellemes. Mert az fontos tudnod, hogyha te most eldöntöd, hogy kitűzöl célokat, és azt írni fogod reggelente, baromi sokszor le fog tesztelni az élet, hogy te most ezt tényleg szeretnéd? Te most reggelente komolyan célokat fogsz írkálni? És nagyon sokszor a régi berögződések azok közben fognak szólni, jaj, ott a telefon, inkább hozzányúlok, görgetem egy kicsit a TikTokot, az Instagramot, és ha nem vagy kitartó, akkor ez nehéz lesz, de semmi gond, ha elbuksz, semmi gond, ha kimarad egy nap, csak ne add föl végleg, hanem menj tovább, tedd a dolgod, és bátran ess pofára, hogyha éppenséggel az sikerült, most ebben semmi gond nincsen, és meg sikerülni fog. Mesélek nektek még egy történetet így zárásként a saját életemből. Én a segítői szakmában már 3 éve elkezdtem tevékenykedni eleinte edzőként, és ott jött be az életembe a coaching. Már annyira nem volt önbizalmam, hogy ezt nem is nagyon kommunikáltam így kifelé. Mellette business coaching is volt, arról már volt szó, social media platformokon is, szóval régóta ismersz, lehet tudod, hogy volt egy ilyen vonal, amit képviseltem. Ám tavaly évelején volt az a forduló pont, hogy na jó, én erre már érzem a nyitottságot magamban és a késztetést már több mint 2 éve, és csináltam is, hogy akkor innentől kezdve csapjunk bele, én ebből fogok megélni, nincs mese, nincs mellébeszéd, felmondtam a munkahelyemen és csináljuk. Hát nekem ez elképesztő pofonokat is okozott a sikerélmények mellett. Nem jöttek úgy össze eleinte a dolgok. Nem sikerült ez az egész, elfogyott a pénzem, kölcsön kellett kérnem tavaly nyár elején, és brutálisan kellemetlen volt, annak ellenére, hogy éreztem azt, hogy mennyi munkát tettem már bele ebbe, mennyi embernek segítettem, milyen nagy tudásom van, tudok segíteni, jók a visszajelzések, de egyszerűen nem tudtam befogadni, hogy ez nekem sikerülni tud. Rengeteg korlátozó hitrendszerem volt, korlátozó hiedelmem, és elhasaltam. És fel is adtam egy picit, és nagyon-nagyon elkeseredett voltam, de még ezekben a pillanatokban is volt bennem egy bizonyosság, hogy én valahogy fel fogom építeni saját magam, és én ebbe boldogulni fogok, sikerülni fog, embereknek fogok segíteni, eltanulok még más módszertanokat, és tényleg kiemelkedő leszek abban, amit csinálok. Nem érdekel mennyi idő, nem érdekel, hogyha még 5-ször elbukok, fiatal vagyok, meg tudom tenni, érzem magamban az energiát, és addig fogok menni, ameddig ez nem fog sikerülni. Hát nyilván nem fogom ragozni a dolgot, ez mára már sikerült, amiért nagyon hálás vagyok első körben magamnak, az ügyfeleimnek is, hogy akkor is bíztak bennem, amikor lehet, hogy én még nem bíztam magamban teljesen. Szóval elképesztő utat jöttem, így a tavalyi év óta. Nagyon fura visszatekinteni is, hogy akkora a kontraszt, hogy mintha 10 évvel ezelőtt lett volna a tavalyi évnek az eleje.
Úgyhogy itt vagyok, és minek köszönhetem ezt a céljaimnak? És annak, hogy az a legbelső hit, amit erősítettem, még akkor is, ha millióféleképpen korlátoztam saját magamat, az megacélosodott és megedződött, és itt vagyok, és látod, hogy most is feszegetem a saját határaimat. Voltak nyelvbotlásaim ebbe a videóba. Mégis itt vagyok, fél órája beszélek, pedig viccen kívül mondom neked, az utóbbi fél évben körülbelül 100-szor ültem le, hogy én most felveszek egy hosszabb videót, és volt, hogy fel is vettem, de olyan kritikus voltam magammal, kitöröltem. Nem, ez nem jó. És most még nem raktam fel ezt a videót, mert csak én feltöltöm, de a komfortzónán kívüli elképesztően, hogy ezt én közzé tegyem. És elképesztően az volt, ahogy végig bukdácsoltam a tavalyi évemnek a felét, ahogy eljutottam ide, és most már tényleg ott tartok, hogy válogathatok az ügyfelek közül, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni, kivel nem mondhatok én is nemet, egy nagyon-nagyon magas minőséget tudok képviselni már a szakmai dolgaimon belül, a saját szintemhez képest. Szóval ezt nem úgy mondom, hogy én vagyok Magyarország legjobb szakembere, de magamhoz képest sokat fejlődtem, sokat segítek az embereknek, és elképesztő változásokat tudok már okozni. És ami a legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy ezt én is elhiszem, és belemerek most már állni, és ezt is felvállalom előtted, és most is egyébként van bennem egy olyan érzés, hogy na milyen egoista vagyok, hogy erről beszélek, és kinek milyen gondolatai lesznek erről, de hát ez az, amivel nem foglalkozok, csak annyit, amennyit szükséges, mert ez vagyok én, ez van bennem, és téged is arra biztatlak, hogy vállalt fel, aki te vagy, merj pozitívan gondolkodni, merj szeretettel fordulni önmagad irányába, merj célokat kitűzni, és akármennyire is nehéz lesz sokszor, vagy akárhányszor el fogsz bukni, legyen meg benned az a bizonyosság, hogy fel fogod építeni, amit szeretnél, rá fogod érni, amit szeretnél, és addig menj, ameddig nem éred el, amit szeretnél, mert én szívből hiszem, bárhol is vagy, bármit is csinálsz, bármilyen elakadásod van, hogy túl tudsz rajta jutni, úgyhogy vigyél el egy jó nagy adaggal ebből a motivációból és a lelkesedésből és pozitív energiából, amit most én sugárzok feléd, és teremtsd újra az életedet. Úgyhogy én ezzel zárom ezt a videót. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, ha kérdésed van, írd meg kommentbe, vagy írhatsz nekem Instagramon is, privátban, a videó alatt találod meg az elérhetőségeimet, vagy írhatsz nekem e-mailben is. Hogyha pedig tetszett a videó, és nem szeretnél lemaradni a továbbiakban sem az új tartalmaimról, akkor iratkozz fel. Legyen egy szép napod, köszönöm a figyelmedet!